Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a nap az egyetlen, vagy a legdemokratikusabb energiaforrás. Alap esetben mindenki számára egyformán elérhető módon áll rendelkezésre. Abban természetesen már jelentős különbségek mutatkoznak, hogy jövedelmi vagyoni helyzete, műszaki lehetőségei, vagy éppen jogszabályi akadályoztatás kapcsán ki mennyire tud ehhez hozzáférni. Napi rendelőti felszólalásomnak azért adtam a naplopó címet, mert ugyan nem önt tartom naplopónak, mielőtt még félreértés alakul ki köztünk, hanem azokat, akik a március 31-i határidőre sem tudtak eleget tenni jogszabályalkotási kötelezettségeiknek, illetőleg azt az energiapolitikai vezetést tartom naplopónak, tisztelt államtitkár asszony, amely most az új világrend kialakításának kellős közepén egy ukrán területen zajló orosz-amerikai háború kellős közepén pontosan az ellenkezőjét csinálja annak, amire a magyar lakosságnak és a magyar vállalkozásoknak szüksége lenne. Ha nem is a szó szoros értelmében, átvitt értelmében ellopják a napenergia vételezésének, igénybevételének lehetőségét a lakosságtól. A helyzet a következő. Önök elrendeltek tavaly októberben kamu indokokkal, valótlan indokokkal egy betáplálási tilalmat, egy betáplálási stoppot. Azt mondták, hogy elindul március 31-éig a trafókörzetek felülvizsgálata, és ott, ahol ez indokolt, feloldják a stoppot. Jelzem önnek, hogy nem volt értelme meghosszabbítani augusztus 31-éig, és azt is jelzem önnek, hogy az ország valamennyi trafókörzetében fel kellene oldani legkésőbb a mai napon ezt a tilalmat, ugyanis a hálózat jelenleg mindenhol elbírja, tisztelt államtitkár asszony, a további lakossági betáplálást. Az egész történet mögött a gázipari lobby húzódik meg. Egy András Kereszt nevű emberben kell keresni a felelőst, mindjárt ez, hogy nem Tállai András államtitkár úra gondoltam. Az az András, akire én gondoltam, nem ül itt az ülésteremben. A gázipari lobby húzódik meg az egész ügy mögött, amelyiknek a vezetője kijelentette, hogy nem is akar naperőművek telepítéséhez hozzájárulni, és akar az egészről hallani. Következő helyzet, tisztelt államtitkár az, hogy most, amikor maga Orbán Viktor miniszterelnök úr jelentette, hogy le kell jönni a gázról, és le kell jönni az orosz gázról, akkor mit javasol a magyar lakosságnak, hogyan, milyen módon tegyék ezt meg? Ugyanis, hogyha nem gázzal fűtünk, akkor nem sok lehetőség maradt, marad az elavult és egyre ritkábban alkalmazott olajfűtés, a viszonylag gyakori, de korlátozottan elérhető fafűtés, és a legtökéletesebb megoldás az áram alapú fűtés lenne. A háztarifa elérésének lehetősége ingatlanonként 2-2,5 millió forint megelőlegezett költséget jelent, ez nagyon sok háztartás számára nem elérhető, ráadásul ebből az összegből egy 4-5 kW-os naperem rendszert már ki lehet alakítani. A betáplálási tilalom vonatkozásában augusztus 31-ig tesznek javaslatot, jó eséllyel úgy el fog húzódni ez az eljárás, hogy az idén év végéig egyetlen háztartásban egyetlen új napelemes erőművet nem lehet, háztartási naperőművet rendszerbe helyezni, nem lehet csatlakozni. A másik fontos kérdés, hogy meddig akarják biztosítani az éves elszámolás lehetőségét, amely kétségkívül egy nagy segítség, egy különleges kedvezmény volt eddig a magyar emberek számára, itt egyedül mi voltunk az utolsó EU-s országból, ezt igénybe lehetett venni, ezt kétségkívül el kell ismerni. Viszont az egyedüli megoldás az lenne, tisztelt államtitkár asszony, hogy azonnali hatállyal feloldják a betáplálási stoppot, megpróbálják a tavaly október végéig beérkezett 200 ezer kérelem érdemi feldolgozását minél jobban meggyorsítani, és minél több magyar háztartás és magyar vállalkozás, hozzáteszem, számára hozzáfér elérhetővé tenni a hálózatra való csatlakozás lehetőségét úgy, hogy akik 2023. december 31-ig csatlakoznak, legalább 10 évig az éves elszámolást és nem a havi elszámolást tudják igénybe venni. Azonban ettől nagyon messze állunk, szemmel látható, hogy önök jogszabályi adminisztratív eszközökkel akarják ellehetetleníteni mindezt. Pontosan az ellenkező cselekszik, mint amit az Európai Unió valamennyi tagállama, meg általában a világ racionálisabban gondolkodó fele most tesz. Mit tanácsolnak azoknak, akik zöld hitelt vettek igénybe, és aztán most teljesen tanástalanok, hiszen napelemes erőművek nélkül, napelemek nélkül nem tudják teljesíteni a nulla vagy közel nulla energiaigényű épületek kialakításának követelményeit. Mit tanácsol azoknak, akik várják a bruttó elszámolás szabályait, amit március 31-ig meg kellett volna alkotniuk, de önök erről is mélyen hallgattak, úgy látszik, hogy nincs elképzelésük sem arról, hogy mit kellene tenni. Mikor fizetik ki
a 35 ezer elnyert 100%-os támogatási intenzitású pályázat 120 vagy 112 milliárd forintját, és egyáltalán mikor állnak végre a magyar emberek pártjára a tekintetben, hogy nem megkeserítik, megnehezítik, hanem megkönnyítik az életüket és a hozzáférés lehetőségét a legdemokratikusabb energiaforráshoz. Várom érdemei válaszait. Köszönöm szépen. Szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ugye itt ön a naplopók címet választotta a napirend előtti felszólalásának. Hát ezt mindenféle szempontból szeretném visszautasítani, és erre nagyon-nagyon konkrét, tényszerű adatok vannak, hogy ezt miért tudom megtenni. Például egy nemzetközi tiszta energiával foglalkozó agytrözt nemrégiben megjelent tanulmánya szerint Magyarországot a világon a 6., Európában a 3. helyre teszi a napenergia részarányát tekintve a villamos energiamixben. Az elemzés azok sorában is említi hazánkat, akik 2015-ről 2022-re több mint 10%-kal növelték a napenergiás kapacitásaik arányát a villamos energia termelésben. A világon összesen 11 ilyen országot nevesítenek, Európából Magyarország mellett Finnországot, Portugáliát és Svédországot. Azt gondolom, ezek nagyon fontos számok, de hogyha azt nézzük, hogy a napenergia a lakosság számára mennyire elérhető, hát tényleg ez a kormány azon dolgozott az elmúlt időszakban, hogy nagyon kedvező körülményeket alakítson ki ahhoz, és komoly támogatási konstrukciót, hogy minden több család napelemekhez tudjon jutni. Március 1-i adatok szerint több mint 185 ezer darab háztartási méretű naperőmű termelt villamosenergiát, összesen 1632 megawatt beépített teljesítményen. Azt gondolom, hogy ezek a számok magukért beszélnek, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy 2020-ban a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya a bruttó végső energiafogyasztásban közel 14%-ra emelkedett, ezzel gyakorlatilag már az EU-s célkitűzéseket is elértük. És azzal kapcsolatban, hogy milyen kamu indokok, és nem is tudom még milyen szavakat használt, gyakorlatilag nem átgondolt döntés eredményezte a jelenlegi helyzetet. Szeretném Lantos Csaba miniszter úrnak a tegnapi interjúját idézni. Ő úgy fogalmazott, hogy ezt tegyük egy picit rendbe. Amikor ez az úgynevezett csatlakozás is stop bejelentésre került tavaly októberben, addig beérkezett 100 ezer úgynevezett háztartási méretű kiserőműre az igénybejelentés. Ez a 100 ezer erőmű most is folyamatban van, települnek most is, nem is kevés. Tovább megyek. Nem teljes stop volt, mert ha valaki akkumulátort tesz a naperőműve mellé, az ma is bármikor beadhatja az igényét, és azt fogadjuk, mert az gyakorlatilag az biztosítja, hogy nem fogja a hálózatot terhelni. Miért alakult ki ez a stop helyzet? Azért, mert olyan mértékben jönnek fel ezek az új időjárás függő elsősorban napelem telepítési igények, hogy sok helyen a hálózat nem bírja el a terhelést, elfüstölne a kábel. De miután ez nem egy homogén helyzet az országban, most egy komoly munkacsoport, ezt szeretném képviselő úrnak is kihangsúlyozni, hogy egy komoly munkacsoport dolgozik azon, és azt vizsgálja, hogy ezzel hogyan lehet az egész országon belül megfelelő döntéseket hozni, és gyakorlatilag a nyár végére, szeptemberben már fogjuk látni azt, hogy hol indokolt ezeket a csatlakozási pontokat feloldani, és hogy mennyire aktuális ez a kérdés egész Európán belül, gondolom, meg remélem képviselő úr is követi ezeket a híreket. Húsvét hétfőjén cseh barátaink szó nélkül lekapcsoltak 400 megawattnyi napelemet a rendszerről. Egy hétre rá a lengyeleknél 600 megawattot vágtak le egy pillanat alatt, mert rendszerbiztonsági kockázatot láttak. Tehát egy olyan helyzet van, amikor részben újra kell tervezni, és mi azon dolgozunk, hogy ezt a helyzetet megfelelően tudjuk kezelni. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak a kiegyenlítő energiának is a létesítését, ezeket az úgynevezett CCGT erőműveknek a megépítését, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogyha ezek az időjárás függő energiák nem termelnek, akkor is megfelelően biztosított legyen a magyar családoknak az energia ellátásuk. És azt gondolom, hogy a napenergia kapcsán pedig hihetetlen sikereket értünk el. Néhány konkrétumot még miniszter úr elmondott a jövővel kapcsolatban.
úgy fogalmazott, hogy az a 100 000 lakossági erőmű 1000-1500 megawatt lesz, van egy 5000 megawattnyi ipari igény, 2027-28-ra 10 000 megawattnyi naperőmű lesz. Ez hihetetlen szám. 2030-ra akár 12 000 megawattról is beszélünk, úgy, hogy 2030-ra eredetileg 6500 megawattnyi naperőművet ígértünk az Európai Unió felé. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a kormány a naperőműveket hihetetlen módon támogatta az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy a jövőben is azon dolgozunk, hogy a magyar családoknak biztonságosan legyen elegendő és megfizethető energia. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.